Sziasztok! Üdvözöllek titeket ismét a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. A mai alkalommal a beporzó rovarokkal fogunk foglalkozni, ugyanis a héten a beporzók hetét ünnepeljük. Első körben, hogy miért is fontosak a beporzók? Nélkülük, az ő munkájuk nélkül az emberiségnek már 2 éve se lenne hátra. Az ő munkájuk, ugye a virágos növényeknek a megtermékenyítése és beporzása, nagyon fontos, nélkülük az egynyári, illetve az évelő növények eltűnnének, illetve rengeteg gyümölcs és termés nem kerülne megtermékenyítésre, épp ezért az élelmiszereink nem kerülnének el hozzánk sem. A beporzókkal kapcsolatosan 2 csoportra lehet őket bontani, vannak gerinctelen élőlények, illetve gerinces élőlények is. A gerinctelen élőlények között ott vannak például ugye a bogarak, a méhek, például darazsak, illetve vannak poloskák is, akik végeznek beporzást, és természetesen a pillangók, azaz lepkék is. A gerincesek között például a madarak, amiket ki tudok emelni, a kolibri, ő hazánkban nem él, illetve az emlősök között a denevér, képzeljétek el, hogy ő is végez beporzást, és mi magunk emberek is tudunk beporzást végezni. Hogyha kimondom azt, hogy beporzók, szerintem mindenkinek a méhecske, ugye a házi méh jut eszébe. Róla ismerik azt, hogy van egy méh királynő, aki összetartja az egész családot, illetve vannak dolgozók, vannak hímek, ugye őket heréknek nevezzük, illetve vannak olyanok, akik gyűjtik a mézhez való alapanyagokat, de hogy hogyan is készül ez a méz, amit mi beleteszünk a teánkba, ezt a videó alatti linkben megtalálhatjátok, a mögöttem látható videót, és ebben magyarázatot kaptok arra, hogy hogyan készül a méz, ezzel jobban megismerkedhettek, hogy mi is az ő munkájuk. Na de mi közben haladjunk tovább, nem csak a házi méhek vannak, akik a méhek között kiemelkedőek, hanem a poszméhek. Itt láthatjuk őket, van kövi, földi, illetve mezei poszmé, őket emelném ki. Ráadásul a földi poszmé, képzeljétek el, hogy 2014-ben elnyerte az év rovara kitüntetést is. Na de, kik is ők? Lényegében duci és bundás kis méhecskék. Mivel nagyobb a felülete a testüknek, és többször található rajta, ezért ők sokkal több virágport tudnak magukhoz venni, ezen kívül pedig fejlettebb, hosszabb az ő szájszervük, és így a tölcsér legesleg alján lévő nektárt is ki tudják szipogatni. Ám nem csak a méhek vannak, akik végeznek beporzást, hanem vannak olyan darásfajok is, akik ezt elvégzik, például a sarlós fürkész. De haladjunk egy kicsit tovább, hogyha ide az asztal közepére tekintünk, rengeteg pillangót, lepkét láthatunk, nagyon szépek, ám nem csak ilyen nagyon szép színes lepkék vannak, nappali lepkék, hanem vannak olyan fajok, akik inkább éjszaka aktívak, vagy a nap folyamán bármikor találkozhatunk velük. Ilyen az ebben a dobozban látható kacsafarkú szender. A kacsafarkú szender 2021-ben elnyerte ezt az év rovara kitüntetést, azaz címet, és nem is akármiért. Amiért kiemelkedő, az az, hogy ő nem csak oldalirányban, illetve előre tud mozogni, hanem bizony hátra is, és egy helyben is tud lepegni, és a többi lepkével ellentétben ő a levegőben lebegve engedi ki ugye a szájszervét, a pödörnyelvét, és így szipogatja a virágból a nektárt. Emellett pedig nagyon fejlett a memóriájuk, és hogy honnan kapta ő a nevét, hogyha ránézünk neki a potro végére, akkor láthatjuk, hogy a kacsafarkú szender nevet innen kapta. Tartsatok velünk továbbra is a hét során, ugyanis a beporzókkal kapcsolatosan készültünk nektek rengeteg tartalommal, videókkal, játékokkal, illetve kézműves foglalkozással is. Tartsatok velünk, sziasztok!